Elsőként köszöntöm a stúdióban Szanyi Tibort, az Igen Szolidaritás Mozgalom alapítóját. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, köszöntöm a Hír TV nézőit. Nos, hát körülbelül egy év van a választásokig, és ugye egymás után jelentkeznek be a miniszterelnök jelöltek az ellenzéki oldalon. Ön is miniszterelnök jelölt. Mit szól a versenytársakhoz? Talán pont ennél azoknak fogva nem vagyok pártatlan, hiszen valóban egy másik pártnak vagyok a miniszterelnök jelöltje a kronológiai sorrend miatt muszáj mondanom, hogy ez azért tavaly július óta van, mert a kongresszusunk akkor választott meg erre a feladatra, és hát nekünk a programunk az egyébként tavaly október óta kint van a honlapunkon az interneten, Magyarul mi annak idején ezt egy tárgyalási alapnak szántuk, aztán ezek a tárgyalások nem jöttek létre, és innentől kezdve mi járjuk a magunk útját, és nézzük a többi versenyzőnek a becsatlakozását. Mi annyit látunk, hogy a, az a bizonyos hat párt, amelyik jelenleg úgy tűnik, hogy esetleg valamilyen összefogásban lesz, ez hát ez program programmal még nem állt elő. Tehát egy kicsit úgy látjuk, hogy fordítva ülnek a lovon sokan, mert azt még nem tudják, hogy mit kell képviselni, de már nagyon tudják, hogy akarják képviselni, aztán nem tudjuk micsodát. Ebből a szempontból mi kényelmes helyzetben vagyunk, mert mi tudjuk, hogy mit akarunk, és azt is meg kell mondjam, hogy amit az eddig látott a hatpárti, illetve nem is tudom, lehet, hogy csak ötpárti összefogásnak a jelöltjei sorában, gyakorlatilag... Hát mi szocializmust akarunk, ők meg egy egészen más, egy polgári víziót akarnak. Úgy is mondhatnám, hogy a mi programunk között és az ő programjuk között nagyobb a különbség, mint az ő programjuk és a Fidesz között. Körülbelül ugye önök kiszálltak az ellenzéki összefogásból, Nem, de most... Nem, se voltunk. Hát, de volt az elején, ön is mondta. Nem, mi egy önök. készséget mutattunk abban a hitben, hogy ez programok versenye, is. Ő... Nem lett ebből semmi, ez a lényeg. Na most itt hmm. vannak ezek a jelöltek, meg ön is. mit gondol, hogy ki lesz a befutó, vagy min múlik az, hogy ki lesz a befutó az ellenzéki térfőlem pontosabban? Azért nehéz ezt megmondani, mert hogyha a budapesti előválasztást nézzük, akkor az előválasztás a szavazópolgárok 5, azaz 5 százalékat mozgatta meg. Hogyha ez vidékes hűjözők és a vidéki körülményeket is nézzük, akkor ez olyan 3 környéke most melyik három százalék vesz majd részt, hogy kit tudnak mozgósítani, ez lesz a kérdések kérdése. Valószínűleg az lesz a miniszterelnök jelölt, akinek a mondjuk így legerősebb hálózata van. Ez független a személyeknek a dolgától, ez, ez erőből fog tudni eldőlni, amennyiben ez valóban választás lesz. Már azt látjuk, hogy itt három párt, a Jobbik, az MSZ, a párbeszéd, úgy kitérnek a megmérkőzéssel, ők majd leosztották egymás közt a placot, és most így a többiek felé jelentkeznek akkor ezek szerint azt jelenti, hogy valaki fölzárkózott a Jobbik miniszterelnök jelöltje mögé, ugye, más pártok, illetve hát még nagy kérdés, hogy a Karácsony Gergely beszáll-e vagy nem száll be, az még meg tudja bolondítani a viszonyokat. Én azt gondolom, hogy ez médiaerő és politikai szervezeti erő együtteséből fog kiválni, kiderülni az. En, en, mivel mondom, abszolút legjobb esetben a polgárok 5%-a dönt, ezért ezt nem lehet a demokratikus döntésre bízni. Na most a jelenlegi állás szerint, vagy hát így a jelöltek arányát tekintve, ugye Gyurcsány Ferenc pártjának 80 jelöltje van, ez a körzetek jelentős többségét jelenti egyébként egyelőre, a Momentum 65 jelöltel van, és a többi párt, tehát MSP, Jobbik, LMP 10-20 jelöltet neveztek meg eddig, és hát mennek ugye ezek a kis mini koalíciók vagy egyezkedések, tehát ugye lehet már tudni, a Péter bejelentette, hogy Kunhalmi Ágnes számíthat a Jobbikra, illetve az MSZP is van helyben, hogy jobbikos jelölteket támogat, akkor ez azt jelenti, hogy valahol a DK és a Momentum fog igazándiból megvédelni, a szervezettség tekintetében, jelöltek tekintetében most ők jól állnak? Hát nagyjából ez sejlik föl, nyilvánvalóan sok idő telik még addig el, mert még ugye ez is egy elnyújtott folyamat, tehát valamikor a nyár végére tervezzik ezeket a dolgokat. Én azt tudom csak mondani, hogy szerintem egy kicsit félrecsúszott egész Magyarországon a politika. Például az a hang, amit mi behoztunk, hogy az emberek jövedelmével kell foglalkozni. És ezt piszkosul nem látom a többi párt vonatkozásában. Ezzel foglalkozott Dobrev Klára, és azt mondta a hétvégén, hogy lesz ingyen gáz, ingyen villany, ingyen víz, é, illetve jó, ér... végét a nyugdíjasoknak emelést, családi pótlék többszörösét. Én ezt mind értem, csak az a helyzet, hogy ennél azért markánsabban kell. Ezek nagyon általános megfogalmazások voltak. Tehát azért, hogyha valaki programszerűen áll, az azt meg kell mondani, hogy mi. És ez, 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 ez nálunk ez a 250 ezer forintos nettó minimál bér, ez egy olyan mérték, amiből aztán az összes többi minden más következik. A nyugdíjaktól kezdve minden más következik. És, és aztán erre persze lehet mindenféle ö, a dolgokat fölaggatni, az ingyen villamostól kezdve a bármit, de, de mindaddig, amíg nem látjuk, hogy mennyi az a jövedelem, amit mindenképpen megkeres egy ember ebben az országban, tehát a minimálbér, egészen addig szerintem úgy levegőbe lógnak ezek a dolgok. Nota bene, most muszáj elmondanom elnézést, hogy, hogy például ott van a Fidesz, aki azt mondja, hogy milyen családpolitikát folytat, de ez egy szűk gazdag rétegre vonatkozik az összes létező kedvezmény, amit a Fidesz biztosít, tehát a részletekben rejlik ez az egész ördög, és én azt gondolom, hogy, hogy, hogy aki nem azon fogja meg, hogy mit keres, általában pénz havonta minimálisan egy ember, egy dolgozó ember, az, nem, az hiába beszél a nyugdíjról vagy bármi másról. Akkor beszéljünk a részletekről, ugye azt mondja, hogy minimum 250 ezer forint legyen a minimál bér, na most a minimál bér mindenkori összegéről a munkaadók és a munkavállalók, tehát a szakszervezetek képviselői egyeznek meg. Hát így kéne. Azért ez nem egészen így van, mert Magyarországon is az jogszabály. Tehát a jobb ország, tehát a magasak, a bérek ott valóban a munkadók és a munka, Ausztria, Svédország, ez mind a kormányok. Magyarországon is ez egyeztető folyamat. Ja, hát, igen, csak ugye itt akkor, ahol az érdekvédelem olyan fejletlen, mint Magyarország, a szakszervezeti szervezettség 1-2-3 százalékos, tehát zéró. Ilyen körülmények között persze a kormánynak egy emeltebb felelőssége van. Mi azt mondjuk, hogy azért 250 ezer forint legyen a nettó, nettó, nettó minimálbér, mert ennyiből lehet élni ebben az országban, ezt lehet csűrni, csavarni. Amúgy egyébként elnézést a kapitalizmus, amióta a kapitalizmus ott mindig annyi volt a munkabér, amennyit a melósok ki tudtak harcolni maguknak, ez nem, ennél nem bonyolultabb ez a történet, majd, hogyha Magyarországon kellően szervezettek lesznek a dolgozók, akkor már sokkal-sokkal magasabb lesz a munkabér, és egészen addig meg a kormány mondja meg, kvázi hasraütésszerűen és jogszabályban kihirdeti. Hogy állnak önök a jelöltekkel? Ugye legutóbb, mikor itt jártak, a beszéltünk arról a bizonyos castingról, amit ugye ilyen X-faktor szeretnének majd lebonyolítani, és írták azt is az oldalukon, ugye, hogy például ezzel a 250 ezer forintos minimálbérrel majd szeretnének ilyen teraszokon kampányolni, nem ellátogatni ezen meg. Ez hogy képzelik el ezt? Mindig olyan formabontó ötleteik vannak. E, hát itt hat hivatkozó egy picit a szervezet igazgatónkra, Székes Sándorra, aki egyben a pártunk országgyűlési képviselője és független formátumban, de ettől még az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalmat képviseli. És tulajdonképpen ez az egész az ő ötlete volt, és hát ezt meg is valósítottuk bizonyos mértékben már rögtön május 1-én, ami azt jelentett, hogy betiltották a tüntetésünket, erre mi a transzparenséggel megjelentünk egy körúti presszó, vagy kocsma, vagy nevezzük, ahogy akarjuk. De Na, ugyanezt fogjuk folytatni, egyébként hm. csak a Székes Sándornak a durabilitására jellemző, ő végig fogja csúszni mászni, gyalog a fél országot a nyár során, és, és, és igen, igen, lehet hozzá csatlakozni. És fogunk is. fognak kampányolni? Hát végül is igen, tehát a kis településeken azért a közösségi hely az ma már, már csak egyértelműen a presszó vagy, vagy kocsmának a eleje, vége, közebe, kint, bent. Kint. De érzi, nem lesz ennek valami rossz politikai üzenet, hogy az iszom párt kocsmákban kampányol? Szerintem ezt az emberek nagyon jól érték. Én nekem van is egy meghívásom, kérem szépen, a gyömrői vasútállomás negyedik vágányánál lévő presszóba. Zárjuk itt a beszélgetést, visszatér majd az eredményekkel. Köszönöm. Egy hogy... dolgot azért hadd mondjak Igen. még el, ha megengedi. A pártelnökünk Huszti Andrának van egy nagyon elhíresült mondása, és ezt talán aktuális is, hogy a mai szociális válságra a legjobb vakcina az a szocializmus, és ezért csak egyszer kell majd jövőre sorba állni. Mi ezt mondjuk? Világos, ugyanakkor ön azt is hozzátette, ugye, hogy egyelőre még nem tudnak többséget szerezni a szocializmus gondolatának A vakcina sincs még többségben. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen.